A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola belső felújítási munkálatai 2010-ben fejeződtek be. Azóta a felsőoktatási intézmény a tető teljes átfedésére gyűjt, melyhez 270 ezer darab cserép szükséges. A külső munkálatok a múlt éven kezdődtek el. 58 millió forintból csupán az épület negyedét tudták rendbehozni. A főiskola belső felújítása befejeződött, és hozzákezdtünk tavaly évben a tetőszerkezetek és a homlokzatok a felújításához. Sikerült az épület jobb szárnyát, mind a tetőt, mind pedig a homlokzatot felújítani, illetve a kupolának a tetőszerkezetét felújítása is befejeződött. Ez egy rendkívül nagy munka volt, hiszen tulajdonképpen itt egyfajta restaurálási munkákról van szó. Ez egy több mint 100 éves épület, rendkívül bonyolult tetőszerkezet és rendkívül szép, ugyanakkor bonyolult homlokzattal. Nehezen vágtak bele a mesterek, azonban azt hiszem, aki látta az épület homlokzata, tetőszerkezetét, láthatja azt, hogy egy szép munkát sikerült végezni. Az egyik tornyot és a központi tornyot sikerült átfedni, illetve a közte lévő területet felújítani úgy, hogy a főtér felőli homlokzat is elkészült, és mindez 57 millió forintnak megfelelő hrivnyába került, aminek a felét a főiskola különböző jótékonysági rendezvényei kapcsán sikerült összegyűjtenünk, és ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak, akik vásároltak cserépjegyet, vagy akik táncoltak azért, és részt vettek a mi jótékonysági báljainkon, koncertjeinken, hogy sikerüljön felújítani. Az intézményben idén is megszervezték a jótékonysági farsangi bált, melynek bevételéből a tetőszerkezet felújítását támogatják. Keleti partnerség kapcsán kaptuk a Magyarországi Külügyminisztériumtól, és ennek a közös erejével sikerült ezt felújítanunk. Az az igazság, hogy ez még az egy ötöde az egész belső felújításnak, hiszen az álmaink és terveink nagyok, tehát mintegy 450 millió forintnyi hrivnyára lenne még szükség ahhoz, hogy az elképzelt terveinket megvalósítsuk. Ami nem csak a külső utcafronti felújítást jelenteni, hanem ennek az 5700 négyzetméter alapterülő épületnek a belső udvarának a zárt beépítését, illetve a teljes külső felújítását és kialakítani benne több tantermet is ahhoz, hogy a mostani kihívásoknak megfeleljünk, ahhoz, hogy a minisztérium által követelt egyfőre jutó négyzetméter alapterület is megfeleljen, és tudjunk bővíteni, illetve nyitni a felsőfokú szakképzés irányában, ami a főiskola továbblépési stratégiái között szerepel. A legnagyobb támogatást a Magyar Külügyminisztérium nyújtotta a keleti partnerség keretében, azonban egy jelentős részét az épületnek adományokból nyújtottuk fel, a különböző bálok, akciók alkalmával és a különböző vásárolt cserépjegyek jelentették a forrást ahhoz, hogy a munkálatokat megkezdjük. A főiskola idei jótékonysági farsangi báljára több mint 400-an érkeztek. Az egybegyűltek között jelen volt Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára is, aki megnyitó beszédében kiemelte, hogy a kárpátaljai főiskola a Kárpát-medencei összefogás szimbolizálja. A kárpátaljai főiskola kiemelt partnerünk. Minden szempontból, nem csak a magyar oktatás, a ifjú nemzedék nevelése szempontjából, hanem a magyar identitás, a magyar önazonosság továbbadása szempontjából is egy kulcsintézmény itt Kárpátalján. Éppen ezért is lett nemzeti jelentőségi intézmény, az egyik első ilyen intézményt, akit ebbe a körbe választottunk, és azóta is nagyon fontos együttműködés van a magyar kormány és a főiskola között. Mi azt szeretnénk, hogyha a főiskolának a működése kiszámítható, hosszan távon biztosítható lenne. Ugyanakkor nagyon örülök annak az összefogásnak, amit az épület felújítása kapcsán kialakult. Először is a keleti partnerség keretében már van egy szárny, amit fel tudtunk újítani, de nagyon sokat jelentenek azok az adományok, amivel az egyes emberek hozzá tudnak járulni a főiskola szépítéséhez, rendbehozatalához. Ha végigmegyünk a folyosón, akkor azt látjuk, hogy a különböző termek fölé ki van írva egy-egy magyarországi városnak, önkormányzatnak a neve, amely hozzájárult, hogy azt a termet szépé újra használhatóvá tudjuk varázsolni. És ez a titka az egésznek, ez az összefogás. Egyrészt az egyes embereknek, mindenkinek a saját kis kicsi adománya, ami nagyon fontos, az önkormányzatoknak a hozzájárulása, és ez az, ami segíti azt, hogy lélekben is meg tudjuk élni azt az összetartozást, amit a mi egységünk jelent a Kárpát-medencében.
A szervezők, azaz Magyarország kárpátaljai külképviseletei, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Prokultúra Subkárpátika civil szervezet idén is több zenei műfajjal kedveskedett a vendégeknek. A köszöntők után a nagy érdemű a Beregszászi Művészeti Iskola előadását tekinthette meg. Eljöttem erre a bárra, és amíg leszek, úgy gondolom, ha csak valami fizikai akadálya nem lesz, el is fogok jönni. Én az úgy gondolom, elsősorban ez egy olyan hagyomány, ami közösséget teremt, közösséget erősít, hiszen az emberek ide szívesen jönnek. Ez egy alkalom arra, hogy beszélgessünk, hogy találkozzunk, hogy megvitassuk a világ dolgait, saját ügyeinket, és egyáltalán jól érezzük magunkat közösen. Az elmúlt 3 év nekem azt mutatja, hogy erre a bárra van igény. Az emberek ezt számon tartják, ide nagyon sokan szívesen jönnek. Azt látom, hogy idén jóval többen vannak, mint tavaly. Ez jelzi, hogy az iskola, a főiskolának a fejlődését figyelemmel kísérés, hogy nagyon sokaknak fontos, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásnak ez a fontos intézménye boldoguljon, fejlődjön, hatékonyan tudja tanítani a magyarul tanulni kívánó gyermekeket. Fontosnak tartom, hogy alapvetően egy elfogadó, semleges, jóindulatú magatartás veszi körül azt a magyar oktatási struktúrát, ami elsősorban Kárpátalján létrejött. Van arra hajlandóság, hogy támogassák a magyar nyelv oktatását 2. idegen nyelvként a középiskolákban. Van arra nyitottság, hogy a nyelvtörvény adott lehetőségeit kihasználjuk, arra, hogy mondjuk az ukrán nyelv oktatását a magyar nyelvű diákoknak esetleg egy speciális metodika szerint végezzék, és akkor a gyerekek sokkal sikeresebbek lesznek, és valószínűleg könnyebben is, és nagyobb kedvel tanulnák az ukrán nyelvet, hisz ez nélkülözhetetlen az, hogy Ukrajnában boldoguljanak, és jó néhány más kérdésről lehet tárgyalni, ezekben lehet úgy gondolom eredményre is jutni, de valószínűleg a közösségnek, Magyarországnak a támogatása lesz az alapvető ahhoz, hogy a magyar nyelvű oktatási intézmények, akár világiak, akár egyháziak a jövőn is prosperáljanak. Az idei farsangi bálban táncbemutatóval és táncházzal is kedveskedtek a mulatni vágyóknak. A magyarországi Görice zenekar több mint 1 órán át szórakoztatta az egybegyűlteket. Egy olyan épületben kerül sor el a bárra, ami önmagában Kárpát-medencei magyarság összefogását szimbolizálja, hiszen adakozásból lett felújítva önkormányzatok, magánszemélyek, alapítványok támogatásából. Ezen személyek jelentős része, szervezetek vezetői is itt vannak ezen a bálon,
Úgyhogy sokan vannak, és én remélem azt, hogy ez is egyfajta lépés lesz abban az irányban, hogy folytatjuk tudjuk ezt a munkát, és a belátható jövőben sikerül felújítani ezt az épületet, és ez az épület Beregszász dísze régi fényében fog ragyogni. A szervezők nem hagyták ki a műsorból, a tombola sorsolás sem. Idén is gazdára talált sok értékes nyeremény. A sorsolást Magyarország ungvári főkonzulátusának főkonzulja vezette. Az ungvári főkonzulátus minden egyes lépésével, cselekedetével minden olyan rendezvényt támogat, ahol szükség van a segítségünkre, együttműködésünkre. A főiskola jótékonysági rendezvényeit mi kiemelt rendezvénynek tekintjük. Fontosnak tartom, hogy a főiskola megújuljon, új homlokzatot kapjon, új tetőszerkezetet, mert ha mentesül az esőtől, a károsodástól, akkor a tanulásnak méltó otthona lehet. Ezekre a bárakra, rendezvényekre nagy szükség van, és nagy öröm, hogy nem csak mi rendezünk bált, hanem immár a Római Katolikus Egyház, a Görög Katolikus Egyház, a Cserkész Szövetség is korábban, mint mi, elkezdte. Ezek különböző társadalmi rétegeket szólítanak meg, vagy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is. Az, hogy ma több mint 400-an gyűltünk össze a főiskola jótékonysági bálján, azt egyúttal egy nagy lehetőség arra, hogy a különböző kárpátaljai nézeteket valló magyar értelmiségiek informálisan találkozhassanak, megbeszélhessék ügyes bajos gondjainkat. Fontos, hogy ennyien gondolják szívügyüknek, hogy hozzájáruljanak a főiskola felújításához, illetve ez a bál figyelemfelkeltés is, figyelemfelhívás, hogy mindenki, aki szeretné támogatni a mi célunkat, íme ezt megteheti, és hírünk jusson el minél messzebb a Kárpát-medence magyar régiói közül mindenkihez, hisz szükségünk van még támogatásra, és marad még bőven cserépjegy, amit meg lehet venni, nem csak itt Kárpátalján, hanem a Kárpát-medence bármelyik területén. A hagyományokhoz híven a belépőjegy személyenként most is egy cserépjegy volt. A bevételből a főiskola tetőszerkezetének felújítását kívánják támogatni. Nemrég kezdődött el Kárpátalja első, kimondottan biciklisek számára tervezett kerékpárútjának építése. Ez egy határon átnyúló projekt, amely civil szervezetek együttműködésének köszönhetően valósul meg. Mi, mint egyesület megpályáztuk tulajdonképpen, ez egy nagyon érdekes, mert ez egy nem soft projekt, ez egy infrastruktúrális, ez nagyon ritka Ukrajnában igazából, ahol adnak pénzt nem csak rendezvények, konferenciákra, hanem ez egy élő projekt. Tehát, hogy mi itt össze szeretnénk kötni a kerékpárutat, a magyarországi utakat, Kárpátaljával. Pontosan azért, mert ez a turisztika, tehát a kerékpárutasok, nagyon sokan jönnek, kerékpárosok, de látják, hogy a infrastruktúra nem jó, és itt próbálunk valamit segíteni, mint civilek, bepróbáltunk kapcsolódni, mivel hogy Ukrajnának nincs erre pénze az államnak, ezért mi pályáztunk az Európai Unióhoz, és a határmenti pályázatként, projektként ezt megvalósítjuk tulajdonképpen. Hol fognak ezek húzódni, és mikor készülnek el? Igen, tehát a terv az, hogy májusban szeretnénk átadni a két kerékpárutat, az egyik az Beregvidéken, tehát határ átkelőtől egész Beregszázig, a másik pedig Ugocsán, ez tulajdonképpen a Tiszaújraki határtól Péterfalváig. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola létrejötte, a nemzeti összefogás jó példája, hiszen patinás épületének belső felújítását magyar és ukrán civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok támogatásából valósították meg. A régió újra összekapcsolásában rendkívül fontos szerepe van a civil szervezeteknek határ mindkét oldalán. Ez a munka folyik körülbelül 20 éve, értünk-e bizonyos eredményeket, azonban rendkívül sok potenciál van még benne, hiszen sok a teendő a gazdasági, kulturális, turisztikai kapcsolatok helyreállításában, és különösen fontos az, hogy ezekre a feladatokra támogatások is elérhetők, mind a magyar állam részéről, mind a különböző európai alapítványok, források felhasználásával, ugye az EMPI pályázatok, akkor a norvég alappályázatai, az Európa-Kapocs pályázatai mind arra irányulnak, hogy részben, hogy erősítsék a civil-civil kapcsolattartást. Remélem, hogy ez a konferencia is hasznos lesz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a kárpátaljai civil szervezetek számára, hogy kapcsolatokat építsenek, közös célokat fogalmazzanak meg mind a két régió hasznára. Éppen a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán találkoztak első alkalommal a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
és a kárpátaljai civil szervezetek képviselői. A két régióból 30-an jöttek el. Az ismerkedés mellett a már működő kezdeményezések továbbfejlesztéséről is szó esett, például a tarpai focisuliban, ahol az önkormányzat 47 kárpátaljai gyerek oktatását biztosítja. 2011-ben a saját általános iskolánkban elindítottunk egy olyan programot, amely kimondottan egyedi tanmenettel rendelkező labdarúgó osztályt indítottunk az iskolába, és ebben a labdarúgó osztályban nagyon szívesen várjuk és fogadjuk a Kárpátalján élő magyar gyermekeinket, akik igazából nagyon nagy sikerrel és óriási vágyakozással jelentkeznek, és élnek is ezzel a lehetőséggel. Tehát azt gondolom, hogy ez a program sokkal nagyobb intenzitású, mint amit az elméletben és elképzelésünkben gondoltuk, és azt gondolom, hogy óriási lehetőség az itt élő gyerekeknek, hogy ebbe a programba részt vehetnek, és csatlakozhatnak majd egy Debrecen irányába, egy akadémiára, és maga az egyetem lehet egy életpálya modell a gyerekek előtt. Ehhez az akarathoz csatlakozott igazából a Tarpán a Futball Egyesület, mint civil szervezet, tehát ő támogatja a gyerekek versenyeztetését, eszközeit, utaztatásból besegít arra, hogy a hétfőn jövünk értük a határa, pénteken visszahozzuk, illetve a versenyzéshez eljutó finanszírozásban segít maga az egyesület. Sőt, az alapítványunk, amely egy közművelődés és sportjáért alapítvány van a településen, az most ösztöndíj rendszert vezetett be ezeknek a gyerekeknek. Tehát aki a rendszerbe tanul, jól tanul, jó sportol, ösztöndíjat kap havonta, 3 és 5 ezer forint között gyűjthetik a pénzüket, mire középiskolások lesznek ezek a gyerekek. Tehát igazából ez a civil élet, a civil szervezetek borzasztó sokat tudnak segíteni, különösen ezekkel a pályázatokkal, hogyha ezeket az életminőségeket javítjuk, a feltételrendszert fogjuk javítani tudni a gyerekeknek, gördülékenyen átjussanak a határon, gördülékenyen el tudjunk jutni a versenyre, eszközöket tudjunk vásárolni az ő fejlődésük érdekében. Ez nyilván nem csak önkormányzati feladat, hanem óriási felelősség és lehetőség a civil egyesületnek, hogy ebbe bekapcsolódjanak. Éppen Eperjesen voltam a tegnapi nap folyamán, és ott egy olyan nemzetközi konferencia volt, ahol mi is tevékeny részt veszünk egy pályázatban, ahol határmenti térségek mutatkoztak be szerte Európában, és azért az látszik, hogy bár sokat dolgoztunk, sokféle kiadvány létezik a határ mindkét oldalán, igazából egységesen, ha úgy tetszik a Bereg, vagy ha úgy tetszik Kárpátalja és a határ innenső túlsó területe együttesen nem tud megjelenni. Ezért is fontos számomra az, hogy bár működnek a civil szervezetek és a politikának, ösztönözni kell a civil szervezetek alakulását, az önálló munkát, de nyilván egy civil szervezet ereje, akár tőke ereje nem olyan erős, hogy önmagától egységben tudjon gondolkodni. Ezért fontos az, hogy a magyar kormány a civil információs centrumokon keresztül egyfajta koordinációs szerepet tölt be abban, hogy nem csak a megyei civil szervezetek olyan dolgokkal foglalkozzanak, ami hasznos lehet, hanem a határ két oldalán is igyekszik egyfajta szorosabb kapcsolódást teremteni a két térség civil szervezetei között, hiszen tudjuk jól, hogy vannak olyan civil szervezetek, amelyek sokkal nagyobb humán erőforrással rendelkeznek, jobban tudnak pályázatot írni. Ha végignézzük a nyertes pályázatokat, akkor mindig látjuk, hogy hát ez már megint nyert, és valójában akkor beszélhetünk igazi közösségről mind a két oldalon a határnak, hogyha más területekről is próbálom meg nyertes pályázatokat a rendszerbe beéleszteni. Előjáróban azt mondanám el, hogy nagyon örülök, hogy egyre több civil szervezet tűnik fel a láthatáron, a mezőnybe. Ennek tulajdonképpen ez a demokrácia diadala, előrehaladása. Ezekre a szervezetekre is rendkívül nagy szimpátiával tekintünk, és ahhoz, hogy ők kapcsolatot találjanak egymással, a konzulátus minden segítséget megad. Örülök, hogy ilyen tevékenységet is folytathatunk. Itt sok mindenre vonatkozik, hiszen az élet sokszínű, a falusi turizmustól a gazdasági együttműködésig lehetne sorolni azt a palettát, vagy lehetne felvázolni azt a palettát, amiben mi segíteni szoktunk. A határ mindkét oldaláról, hiszen ez a dolgunk, itt vagyunk a határszélen, tehát ez egy rendkívüli adottságunk, hogy mi ebbe a munkában, ahol a régiók, a települések egymásra találnak, azokban tudunk segíteni. A nemzeti összetartozás, ami törvénybe lett foglalva Magyarországon, az egy nagyon fontos lépés,
De nincs olyan törvény, amely magába bármit is megoldana. Ha ennek nincsenek végrehajtási rendeletei, intézkedései, nem ösztönzik egyébképpen, akkor ez törvényként ott marad, és legfeljebb a történészek kutathatják, de nem hozza közelebb az embereket. Ezért fontosnak tartom, hogy a civil programoknál a határon átnyúló támogatások megjelentek. Különösen fontos ez a kis szervezeteknek, amely szervezetek egyébként a nagy pályázatoknál ritkán rúghatnak labdába, ritkán nyernek, és az is fontos, hogy itt határon átnyúló két szervezet kell hozzá. A kérésből érdekes és jó, hogy megpróbálja az összes lehetőséget teríteni Kárpátalja és a határmenti régió között, mert egy közös konzorciumban egy pályázatra nyújthatnak be, ami egyúttal felhívja a figyelmet arra is, hogy gondolják át azt a fontos programot, amit szeretnének közös erőből megvalósítani. Remélem közelebb hozza az embereket, és remélem végre egyszer, ha lassan is, de összenő az, ami összetartozott századokon keresztül. A Magyarországról érkezett szakemberek az idei év pályázati lehetőségeiről és újdonságairól tájékoztatták az érdeklődőket. A civil torta két részre osztik, van egy működési pályázat és egy szakmai pályázat, ami a határon túli civil szervezeteket érinti, ez a szakmai pályázat, és a szakmai pályázati lehetőség egy nagyon nagy része, ezt a kiírás fogja tartalmazni, hogy mekkora része az egész alapnak, de egy nagy része, egy jelentős része, ebben van lehetőség a határon túli és a magyarországi civil szervezeteknek együttműködni, és közös programpályázat ugyanolyan lehetőségen, ugyanolyan elvírálással esik radba, mint a magyarországi szervezetek pályázata. Ez a szakmai kiíráson belül van, úgyhogy konkrét számot, hogy mennyi fog jutni, a szakmai kiíráson belül majd a kiírás fogja ezt meghatározni, de azt tudom mondani, hogy ez egy jelentős összeg, és az egész nemzeti együttműködés alapnak a kerete az 3,3 milliárd szerepel a költségvetési törvénybe. A szakemberek a konferencián nem tudták pontosan megmondani azt, hogy a szakmai pályázati kiírás mikor jelenik meg. Csak annyit lehet tudni, hogy nagyon rövid időn belül, ami akár néhány napot is jelenthet. Tehát érdemes figyelni a Civil Információs Centrum honlapját. Kantárnoje Irmino Brianka, Kagyijevka, Csisztyakovo, Donyeck. 1944 végétől, 1945 elejétől rengeteg láger, hadifogolytábor volt Kelet-Ukrajna legnagyobb iparvidékén. Több nemzedék nőtt fel úgy, hogy nem is hallott a szovjet gulágokról. Akik megjárták a lágereket, nem mertek beszélni a megpróbáltatásokról, még gyermekeiknek sem. Az iskolában pedig nem hallhattak arról, hogy csak ezen a vidéken, mintegy 70 ezer magyar és sváb származású kényszermunkás, 20. századi rabszolga dolgozott embertelen körülmények között. Filmünk azonban nem csak erről szól, hanem arról is, hogy a kényszermunkások és a civilek között normális emberi kapcsolatok alakultak ki. Az emberi bölcsesség szerencsére a legabszurdabb körülmények közepette is fennmaradt, hiszen azok sem voltak könnyebb helyzetben, akik a lágerek környékén éltek, győztesként, civilként. Szerkesztő kollégámmal, Havasi Jánossal már régóta terveztük a Donyeck környéki utat, aztán az élet úgy hozta, hogy ő megismerkedett Grácz Flóriánnal, egy mohácsi nyugdíjassal, akinek az édesapja 1947-ben halt meg Kagyijevkában, a mostani Stahanov egyik lágerében. Most következzen az ő története. Addig nem jövünk onnan haza, még olyan eredményt nem érünk el, amivel én meg vagyok mindig nyugodtan. Remélem, hogy így lesz. Itt vagyunk a Donyecki Szénmedencében. Azon próbálkozunk, hogy az édesapámnak a nem csak a sírhelyét, hanem a bányát, vagy a bánya környékét megtalálni, ahol ők az elhurcoltak, valamikor dolgoztak,
meg is szenvedtek. 6 éves koromban került el édesapám otthonról. Én Isten igazából ezt ésszel fel sem tudtam még akkor fogni. Majd később 1947-ben, mikor ő meghalt, annak a halálhírét úgy tudtuk meg, hogy az ott dolgozó munkatársai, mikor azok szabadultak, hazajöttek onnan, azok hozták a halálhírt. Arra még nagyon jól emlékszem, mert ugye édesanyám akkor meg a nagyszülőm elkezdtek sírni, ordítani, hogy ugye erre nem számolt senki, hogy ő nem kerül onnan még egyszer haza. Későbbiek folyamán, ahogy múlt is telt az idő, egyre jobban érdekelt engem az a dolog, hogy vajon miért is kellett önnek ide kijönni, miért kellett önök itt kint meghalni, mi volt az oka, milyenek voltak a körülmények. És erre igazán nem kaptam választ senkitől sem, mert ugye azok az emberek, akik onnan eljöttek haza, senki sem mert igazán nyilatkozni, mert mindenki attól tartott, attól félt, hogy hát ha ez valami megtorlás, vagy valami büntetés éri őket. Aztán jött a rendszerváltozás 90-es évek után, akkor igazán, mikor elolvastam egy 3-4 könyvet erről, akkor határoztam el, hogy végképp én ide ki fogok jutni, az biztos, bármilyen úton, bármilyen áron. Az volt az első, hogy megpróbálkoztam a Hadtörténeti Múzeummal felvenni a kapcsolatot. Hát igazán levelezgetéssel, telefonbeszélgetésekkel és személyes találkozások után igazán nem értem el eredményt. Mindig ugyanaz a sablonos választ kaptam tőlük, hogy na majd várják türelemmel, előbb-utóbb ennek valami eredménye lesz. Eltökölt szándékom volt, hogy én biztos ide kijövök. És akkor mit ad Isten? Egyszer olvastam az újságban, hogy itt kint járt egy magánemberekbe álló 8 fő csoport, hogy megkeresik a hozzátartozóikat. Azt mondták nekem, hogy majd ha mennek legközelebb, talán akkor sikerül bejutni. Így is történt. Egy következő alkalommal kijöttünk ide. Kátyafka városát megtaláltuk nagy-nagy nehezen, de igazán így se kaptunk Isten igazából olyan információt, amivel pontosan megtudtam volna. Annyit tudtunk, hogy mikor halt meg, azt mondták, hogy valahol valami 36-os temetőben van eltemetve. Vittem is egy keresztet magammal ki, amit le is tettem, ami rajta szerepelt a neve, és hát nyugodjon békében. Úgy találtam jónak, hogy itt volt egy picike kis tisztás hely, ide leteszem a keresztet, és azóta eltelt egy év, és újból itt vagyok, és hála Istennek a kereszt még megvan, és itt áll. Talán a később időszakban újból sikerül nekem ide kijönni, és talán későbben pontosabbat meg fogunk tudni, hogy egyáltalán pontosan hova lettek ezek az őseink eltemetve, de egyenlőre még erről nem nincs pontos tudomásunk. A Stahanovi az egykori kagyijevkai polgármesteri hivatalban tudtak a kereszt létezéséről. Tudták, hogy már járt itt valaki Magyarországról. Ezúttal a szerencse is mellénk szegődött, hiszen Vladimir Krapov helytörténész meg tudta nekünk mutatni az egykori láger helyét. Eleinte azt sem tudtam, mondja, hogy merre voltak ezek a lágerek. Aztán kiderült, hogy a városban 12 volt belőlük. Megtaláltuk mind a 12-nek a helyét. Aztán elkezdtük a temetkezési helyek felkutatását. A lágerekből az elhunytak egy részét a 36-os temetőben, a városi temetőben hantolták el. Óriási területet foglalt el ez a temető. Az az igazság, hogy az akkori időkben a város szovjet vezetése a végletekig gyenge volt, hiszen például azt a temetőt, ahová a magyarokat temették, teljesen befették a bányából kitermelt salakkal. Teljesen. Hogy ez tudatos volt-e vagy sem, nem tudom. Nem hiszem, viszont tény, hogy a csillék azon terület fölött haladtak át. A hely persze megvan, de ott kutatni már teljes képtelenség. Rengeteg ember van eltemetve a 4-2 bisláger területén. Hatalmas láger volt, de úgy tudom, hogy csak németek dolgoztak. És ahol most vagyunk, vetem közbe, itt kik voltak?
Vegyesen voltak, hangzik a válasz, németek, magyarok, olaszok, osztrákok. Lehet, hogy a barakokban külön voltak, de sokféle náció dolgozott itt. Hogy hol dolgoztatták ezeket az embereket? Többnyire a bányában. A legnehezebb munkát végeztették velük. Tudja, hogy volt az akkor, minden lerombolva, az úgynevezett egérfogókban, a kisebb bányákban dolgoztak. Rengeteg bányaomlás volt, nem volt elegendő faanyag a vájatok kitámasztására, ezért aztán a legveszélyesebb területeken a hadifoglyokat alkalmazták. Menj dolgozni, mondták nekik. Voltak olyan esetek is, amikor a németek németeket gyilkoltak. Voltak közöttük olyanok, akik megértették, miért hozták őket ide. Még mások még mindig telve voltak a fasiszta eszmékkel. Érdekes, folytatja, hogy miközben a lágerek és temetők felkutatását elkezdtem, levelet írtam a lugánszki KGB-nek. Ez a levél még most is megvan. Azt kérdeztem tőlük, hogy merre voltak ezek a lágerek. Azt a választ kaptam, hogy Lugánszk megye területén nem voltak ilyen létesítmények. Én itt laktam, tudtam, hogy ez nem igaz, erre pedig ilyen választ kaptam. Ez mikor volt? 1997-ben. Én úgy gondolom, folytatja Krápov úr, hogy ezeket a listákat, dokumentumokat már régóta nyilvánossá, kutathatóvá kellett volna tenni. Sokkal titkosabb anyagokat is lehet már kutatni az egykori KGB archívumokban. Például azokat, amelyek az 1937-es leszámolási hullámmal foglalkoznak, amikor apáinkat, nagyapáinkat gyilkoltatták le. Ez a mi szív fájdalmunk. Én úgy gondolom, hogy ezek a listák már senkit nem érdekelnek, azokon kívül, akiknek a hozzátartozói itt haltak meg. Az biztos, hogy én is kíváncsi lennék arra, hogy hol vannak eltemetve a hozzátartozóim, hogy legalább eljöhessek a sírjukhoz. Sajnos, hogy ez így történt. A beszélgetés után Krápov úrnak köszönhetően könnyű volt megtalálnunk azt a helyet, ahol Grácz Flórián édesapja 1947-ben meghalt. Hosszas keresés után eljutottunk odáig, hogy megtaláltuk azt a lágert, azt a tábort, ahol valamikor édesapám raboskodott. És ebben a táborban, itt a tábor mellett, nem messze, egy pár méterre arrában a kórház, amit már látni fogunk, ahol édesapám meg is halt. 1947. május 16-án. Most abban az épületben vagyunk, amit akkoriban kórháznak használták, és itt ebben az épületben halt meg édesapám. Hosszas keresés után ezt is sikerült egy helyi idegenvezetővel rátalálnunk. Most úgy érzem, hogy talán most adtam meg végképp a végtisztességet, mire megtaláltam a táborát, megtaláltam a kórházát, ahol meghalt. Azt kevesen tudják, hogy Málenki robotra nőket is elvittek, főleg azokat, akiknek német hangzású nevük volt. Az nem számított, hogy németül nem beszéltek. A kényszermunka sok esetben 4-5 évig is eltartott. Szerkesztő kollégám Havasi János édesanyját, a Kaposzekcsőn élő, most 89 éves Frank Irént a szomszéd faluból Csikóstöttösről 1945. januárjában hurcolták el Málenki robotra. Térden alvó kellett szenet lapátolnunk. Erre emlékszem, hogy az egész akna belülről, szóval csak így volt ki robbantva valami, és akkor hát jött, ahogy úgy kúsztunk oda be, ugyanúgy térden állva, és akkor térden állva kellett lapátolni, és mellettünk meg volt ilyen vasúti, na, hogy hívják azokat? Csille. Na, de amire sín. Pakolnak, szóval ilyen tepsiszerű, és abba kellett nekünk beledobálni a vizét, és akkor ez a mozgó, ez még vitte tovább, és mi kicsit magasabban voltunk, és előttünk volt egy csille, és abba lett belerázva
a szén. Kantárna nevű településen vagyunk, Sahtyorsktól, tehát az valamikori Katiktól észak-nyugatra egy olyan 5-6 kilométerre. Ez volt az a település, ahol nagyon sok tolnai, Bács-Kiskun megyei és baranyai asszonyt, leányt őriztek, és természetesen dolgoztattak. Itt legyen szabad megemlítenem, hogy édesanyámat is ebben a lágerben tartották fogva, és 5 éven keresztül ezen a vidéken bányászta a szenet, illetve az utolsó 2 évében. Ahogy a hátunk mögött lehet látni, ez egy megmaradt meddőhányó, ez volt a kantárnai bányának a meddője, amit a felszínre hoztak. Maga a település mögöttünk van, ezt majd a kamera megmutatja, illetve még láthatók azok az épületek tőlem balra, amelyeket szintén az itt fogva tartott málenki robotosok építettek. Ezen a helyen emlékeim szerint 3 barak állt, mondja Iván Onisko kantárnója polgármestere. Német, olasz és magyar hadifoglyok laktak benne. Őket a bányában dolgoztatták, és innen szállították aztán teherautókon a telephelyre. Még megvan az az út is, amelyet a hadifoglyok építettek, és itt volt a temető is. A németek és az olaszok jártak itt többször is, de sajnos nem maradt meg már egyetlen kereszt sem. Nálunk a település archívumában nem maradt fent semmilyen dokumentum az a kapcsolatban, kit és mikor temettek el. Kantárnói egyik utcáján egy 84 éves helybeli nénike magyarázza el nekünk, hogy ők 1949-ben költöztek ide, és a temetőben nem keresztek voltak, hanem fémrudak, amelyeken fel volt tüntetve az elhunytak neve és száma. Én 22 évig dolgoztam az akkori községházán, meséli, mint utcabiztos. A temető körül volt kerítve szöges drúttal. Minden évben kijöttek ide katonatisztek a hadkiegészítő parancsnokságtól, és ellenőrizték a temető állapotát. Aztán, amikor letelt a 20 esztendő, akkor lebontották a kerítést, összegyűjtötték a fémrudakra hegesztett feliratokat, és elszállították. Itt többnyire német sírok voltak. A magyarok a községi temető mellett laktak egy hatalmas barakban. Külön a nők és külön a férfiak. 1947-ben egy hatalmas áradás, aztán azt az épületet is elsodorta és elpusztította. Ez volt a háború, a miénk is pusztultak, mondja, meg az önök embere is. Háború volt, mi nem ítélünk el ezért senkit sem. Senki nem hibás ezért. Áldja meg magukat a jó Isten, erőt, egészséget kívánok a családjuknak, a gyermekeiknek, az unokáiknak. Kantárnója mára rendkívül nehéz helyzetbe került. A polgármester elmondása szerint itt régebben komoly termelés folyt. Naponta 2,5-3 ezer tonna szenet fejtettek ki. 1985-86-ig működött a bánya, aztán bezárták. Most gyakorlatilag csak a járatokat szellőztetik, és a felgyülemlett vizet szivattyúzzák ki innen. A bányászok közül rengetegen költöztek el Oroszországba. A fiatalok sem maradnak helyben. Ezért aztán a település lélekszáma folyamatosan csökken. Ma már mindössze 2800-an maradtak itt. Többnyire az öregek, akik már nem tudnak és nem is akarnak innen elmenni. A Brjankai polgármesteri hivatalban már tudtak az érkezésünkről ukrajna-magyarországi nagykövetének, Dmitro Tkácsnak köszönhetően. Tőle tudtuk meg, hogy a város területén egykoron rengeteg láger működött, de a temetőket megszüntették, és egy közös sírhelyet hoztak létre néhány évvel ezelőtt. A szovjet időkben nyilván szó sem lehetett egy magyar, német, osztrák, román emlékmű felállításáról. Mára azonban szerencsére megváltozott a helyzet.